Kedves testvéreim, ahogy mondottam, egy picit előre fogunk tekinteni, és február 2-ára, Gyertye Szentülő Boldogasszony napjára már elkezdtünk készülni. Ez a nap nem csak a gyertyákról szól, nem csak Szűz Máriáról szól, hanem szól, és már jó néhány éve, egy-két évtizede az egyházban szerzetesekről is, vagyis mindazokról, akik Istennek szentelik az életüket, és hármas fogadalommal kötelezik el magukat az ő szolgálatára. Istennek hála, itt Makón is voltak, és a rendszerváltás után ismét vannak szerzetesek, még pedig nővérek. Őket ugye úgy hívjuk most már új nevükön, pár éve, hogy Boldogasszony iskola nővérek, és megkértem őket, hogy a mai napon ők szóljanak hozzánk néhány szót, hogy szeretném is kérni a nővéreket, hogy jöjjenek, gyertek ide ki. És adom nektek egy mikrofont is. Először is az elmúlt évre tekintsük egy nagyon picit vissza, azt, ahogy látjuk is, úgy hívtuk így a Magyar Egyháznak, hogy a szerzetesek éve, a megszentelt életéve. Ez az év egy nagy-nagy eseménnyel, rendezvénnyel kezdődött. A ország összes szerzetesei Mátraverebély Szent úton gyűltek össze, és lehet, hogy egy-két szülő vagy egy-két testvérünk olvasta is az újságban, hogy Dominika nővér nagy elhatározása felett, és gyalogosan ment el oda, ha nem Makóról, hanem kicsit közelebbről. Meséljünk erről egy picit, hogy mi történt ott, miért volt ez fontos. Valóban nagyon nagy élmény volt számomra ez a zarándoklat, mert az egész életünk tulajdonképpen egy zarándoklat, és egy zarándoklaton kicsiben át tudjuk élni azt, amit az élet utunkon nagyban próbálunk végigélni. Széchenyből indult ez a zarándoklat, ez olyan 15, talán 20 kilométerre van Mátraverebély Szentúttól, de már a készülődés is tulajdonképpen találkozás volt, mert Szegeden találkoztam más rendbeli nővérekkel, és Szegedről együtt tudtunk elmenni Széchenybe. Mivel Széchenyi elég messze van, az északi ország határnál mi egy csöppet később érkeztünk, mint mások, úgyhogy már egy együttlét, egy közösség, egy nagy-nagy szeretet fogadott bennünket, és nagyon jó volt abban a légkörben megérkezni, ahol olyan sok testvérünk van együtt, nagyon sok valami, tizen akárhány rendben voltunk együtt, 80-an fiatalok. Az út során végig imádkoztunk, különféle templomokba betértünk, ahol a helyiek nagy-nagy szeretettel fogadtak minket, ott is imádkoztunk, értük, és kértük az Úristen áldását. Ez a kép már a megérkezésünkön van, tehát ennyien voltunk együtt, és bizony 15-20 kilométer után már nagyon jól esett leülni, és felejthetetlenek számomra azok a beszélgetések is, amikor megismerkedhettem a hozzám hasonló rendtársakkal. És ez a nap folytatódott, akik nem gyalog érkeztek, azok busszal érkeztek meg, és egy egész teret megtöltöttünk, gyönyörű szépen renovált oltárt, külső oltárt, és valami 600 szerzetes ünnepelt együtt, és hálát adtunk az Úristennek azért, hogy bennünket közvetlenebb, személyesebb, mélyebb szolgálatára hívott, és hogy vannak társaink, akik segítenek bennünket az úton. Néhány hónappal ezelőtt pedig Budapesten került sor a szerzetesek terem rendezvényre. Itt már nem csak konkrétan a szerzetesek voltak meghívva, hanem bárki részt vehetett, ez egy országos program volt. Mi is találkoztunk néhány plakát arccal, ezt azt hiszem mostanában így mondják. Itt a templomunkban a hirdetőtáblán is, vagy a külső hirdetőn is volt néhány arc, aki folyamatosan ránk hasonlott, amikor erre jártunk. Ott a háttérben őket látjuk. Ez egyik a legidősebb testvér, egy domonkos nővér, Pármella nővér, ő itt van egy Mezővásárhelyen, tőlünk nem messze. Didák testvér Ferences, Botond atya Pálos szerzetes, és Beáta Mária nővér, egy nyolc boldogság közösségből való. Ugye ez volt a mottoja az egész évben, hogy rendben vagyunk, földön járunk, égre nézünk, ezt biztos, hogy láttok itt
tévében, interneten, sokféle módon. Pár szót meséltek erről, hogy milyen volt ez a szerzetesebb tere, miért volt fontos ez? A szervezők azért találták ki ezt a szerzetesek tere című rendezvényt, hogy a szerzetes menjen az emberek közé, hiszen erre küldettünk. A Budapest belvárosában rendezték meg. Ez azt jelentette, hogy olyanok is, akik azt se tudták, hogy mi egyáltalán létezünk, például a hídról szemlélték ezt a tömeget, elcsodálkoztak rajta, hogy jé, hát ez nem csak valami elavult ötlet, hogy szerzetes, hanem vannak ilyenek. Sőt, akik közelebb jöttek a rendezvényeknek a programjai, meghallhatták, hogy vannak olyanok valóban, akik életüket adják egy eszméért. Nem csak ővelük találkoztunk, hanem találkoztunk szerzetes testvérekkel is, és magunknak is nagy élmény volt az, hogy sokan vagyunk, és sokfélék vagyunk. Találkoztunk ismerősökkel, de találkoztunk ismeretlenekkel is, akik ezután már nem voltak ismeretlenek számunkra. Itt vannak közöttünk az elsősök, akik nem olyan régen óvodások voltak, és nem olyan régen még mi is gyermekek voltunk. Fidelis nővérnek az elsősei többek között, és talán kevesebb tudják Fidelis nővérről, hogy ő nem csak tanítóné, hanem óvodnéni is. Többek között itt a Zrínyugliban is jelen van, itt oktatásban. Hogyan mondanád el Fidelis nővér a gyerekeknek, az óvodásoknak, vagy akár az elsősöknek, hogy mi az a szerzetes? Mi az a szerzetes? Éppen tegnap beszélgettem erről valakivel, és eszembe jutott néhány nagyon kedves történet, hogy mi is megy át a gyerekekbe, hogy mi az, hogy szerzetes, fura szerzet. Megkérdeztem az Rényi utcában az ovisoktól, próbáltam az alapítónkkal mesélni, hogy az első szerzetes iskola nővér, ismertek-e még itt magam a szerzetest? Ők nem ismernek. Hát mondom, ugyanolyan, aki tanítja a gyerekeket. Próbáltam így mutatni magamra is, hát nem, én nem vagyok szerzetes, én Fidelis nővér vagyok. A másik érdekes történet volt, hogy ment haza az egyik kisgyerek, és mesélte az anyukájának, hogy itt járt az óvodába a Pálca néni. És akkor az anyukája kérdezte, hogy mi az egy Pálca néni, hát olyan nincsen, de hidd el, hogy a Pálca néni járt itt. És akkor kiderült, hogy az Apálca néni járt ott. És egy harmadik hasonló történet, próbálok nekik az Istenről mesélni, mert szerintem a szerzetes az, aki tanúságot tesz az Isten mellett, hogy az Isten van. Ezt próbálom az egészen kicsi gyerekeknek is átadni. És ez itt Makon történt, szintén ment haza a kicsi gyerek, és mesélte, hogy anya, itt járt nálunk az Isten. És az anyukája mondta, hogy de hát nem hittanórán volt, tehát anya, hidd el, itt volt az Isten. És ezek olyan kedves visszajelzések, hogy valami talán átmegy, de hogy mikor lesz nekik ez teljesen tudatos, hát majd talán később, talán már az elsősök többet felfognak, akkor mi is az, hogy szerzetes. Akinek nem olyan férje van, mint az anyukájuknak, akinek nem olyan gyermekei vannak, mint az ő szüleinek. Mindig azt szoktam mondani, hogy ti vagyok a mi gyermekeink. Pár napokkal ezelőtt az újvárosi Teréznapon a megszentelt élet volt a téma, és arról beszélgettünk, hogy vajon nekünk általánosságban, keresztényeknek, a híveknek, imádkozunk, templomban járunk, stb. Egyáltalán mi az üzenete ennek, hogy megszentelt élet, hogy nekünk magunknak van-e megszentelt életünk, vagy egyáltalán akkor a szerzetesek megszentelt életet élnek, és szenté vannak, kiperüljük valahol a föld korában majd valamit csinálnak. Hogy Kinga nővér ott volt ezen a napon, és ő is beszélt több más szerzetessel, többek között erről. Hogyan tudnád nekünk elmondani, hogy itt, akik itt ülünk a padokban, nekünk lehetséges-e megszentelt életet
élni, egyáltalán hogy mondsz. És mindezt persze jó röviden. Természetesen. Na, hát van egy jó hírem, ez pedig az örömhír, az evangélium, és hogy erre igazából a második vatikáni zsinattanítása óta minden keresztény a kereszténységénél fogva meg van hívva. És van egy még ennél is jobb hírem, hogy igazából minden jó akaratú ember, aki az életét egy kicsit is tudatosan éli, az tulajdonképpen a megszentelt életet él számomra. A megszentelt élet nem más, mint tudatában lenni az élet szentségének. És erre igazából még csak az se kell, hogy meg legyünk keresztelve, az már egy lépés, mikor valamit még többet tenni szeretnék. És ezért tulajdonképpen nem is olyan nagy különbség van szerzetes, keresztény és jó akaratú ember között. Az élet az szent, azért, hogy az Isten szent, és mi minden vasárnap a plébánia közösségében ezzel a szent, élő és igaz Istennel szeretnénk találkozni. Befejezésül, ha lehet, mindegyikőtöktől egészen röviden azt kérdezném, hogy miért fontos nektek, hogy itt vagyunk együtt a plébánia közösségben, ebben a templomban. Ti hogyan vesztek részt a plébánia életében? Miért fontos nektek az, hogy együtt próbáljuk így építeni, építgetni az Isten országát? Kezdjük onnan. Hát ugye egyházi iskola nem lenne, hogyha nem lenne egyházközség. Így, hogy a létünket, az, hogy mi itt vagyunk Makón, az itt az egyház is, egyházközségünk és a kedves jelenlévőknek köszönjük, és örülünk, hogy most itt vannak az első osztályosok, ők meg sokan közülünk nem lennének itt, hogyha nem lennének a nővérek, akik kezdőiskolát. Úgyhogy ez egy olyan kapcsolat, ami kölcsönösen gyümölcsöző. Hát én csak annyit tudok mondani, hogy jó együtt lenni veletek. Angolul szó játék, de most nem fogom elmondani angolul. Az, hogy egy darabig sokan függőségben élnek, mert pici gyerekek. Aztán esetleg kamaszodnak és próbálnak függetlenné válni, de hogy az élet nem a függőségről és a függetlenségről, hanem a kölcsönös függésről szól. És ezt a kölcsönös függőséget élem meg abban is, hogy az iskola rászorul a közösségre körülöttünk, a plébániára, a hívekre, és bizony a hívek, a szülők, a családok is rászorulnak arra, hogy egy olyan iskolába küldhessék a gyerekeket, ahol bíznak, hogy szellemileg, lelkileg fejlődni tudnak. És ezt próbáljuk megvalósítani és megteremteni. Nekem ez az életem, és mindig megerősít, hogyha itt vagytok ti is velünk, és ugyanaz fontos nektek is. Köszönjük szépen! Nem feledkezzünk el természetesen az ötödik nővérről, aki jelenleg a makói közösségnek a tagja. Ő is, és ti ugyanígy egy-egy szál fehér rózsát fogadjatok el tőlünk ajándékba. És lélekben imádkozunk természetesen azokért is, akik élnek ebben a közösségben, vannak, illetve akik elhagytak.